köszöntünk mindenkit, és akkor én át is adnám a szót Elvárkonyi Péternek, aki idehozta hozzánk Erdély Kályák Erdélyi Emberek kiállítását, amelyet rendhagyó módon úgy, mint a gyerekek tábori kiállításait, ezt is szintén idehoztuk kintre, azért, mert hosszú évek tapasztalata után tanulva a 20-ai programokon inkább kint voltak az emberek, és nagyon ritkán és kevesen mentek be a benti termekbe rendezett kiállításainkra, ezért kihoztuk a kiállítást az emberek közé. Én nagyon szépen köszönöm előre is Péternek, hogy megosztotta velünk azt, amit ő a lencséjén keresztül látott, és azokat az érzéseket, amit én is talán ezért járok most már évente többször, sokszor Erdélybe, kicsit át tudja adni azoknak, és elcsábítani őket itthonról otthonra. Kicsit meg vagyok lepődve, mert nem erre számítottam, hogy most nekem kell önöket, benneteket köszönteni, vagy csak részben, mert ez már megtörtént. Valóban így van, hogy nagyon fontos nekem a tanyák, az emberek élete. Nagyon fontos az, hogy minél közelebb kerüljek a fotóimon keresztül az emberekhez. Az emberi kapcsolatok nagyon fontosak. Azt talán itt, ebben a községben, faluban is észre lehet venni. Nagyon sok kapcsolatot lehet teremteni úgy az emberekkel, ahogy szép lassan megközelítik őket, meg egymást. Tulajdonképpen ami engem Erdélybe vonzott, az az volt, illetve Magyarországról indult el ez az ember szeretet, és a tanya szeretet, az őrséggel kezdődött minden. És amikor az őrséggel már úgymond az ember tele lett, idézőjelben, mert ugye nem lehet annyira sokat járni oda, akkor jött Erdély, ami szintén hasonlóan nagyon sok mindent megmutat abból az életből, abból az emberekből, akik ott élnek. Tulajdonképpen ez az, amit most itt elhoztam nektek, illetve önöknek, ide a falra, néhány kép, 50 darab fotó, ami talán jellegzetesen mutatja be azt az életet, ami Erdélyben van, jellegzetesen mutatja be az embereket, a tájat, és érdekesen mutatja be. Ezeken a képeken remélem, hogy ezt a hangulatot vissza lehet adni, és kérem, hogy nézzék meg jó alaposan az embereket és a tájakat. És tisztelettel megkérem Kelemen Hunort, nyissa meg a kiállításomat. Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, kedves pázmándiak! Azt hiszem, hogy Évárkonyi Pétert nem kell bemutatni, hisz most már több évtizede itt él, Budapestről vidékre költözött, és ő az a fotóriporter, aki a Magyar Távirati Irodánál kezdte a karrierjét, de ma szabadúszóként van jelen, és mutatja meg képeit, mutatja be mindazt, amit ő lát a lencsén keresztül, ma a pázmándiaknak, máskor pedig más közösségeknek. Erdélyi képeket állított ki Évárkonyi Péter, és ezeken a képeken keresztül a Magyar Nemzet Ünnepén, Szent István napján tulajdonképpen összekapcsolja a pázmándiakat az erdélyekkel. És ez egy kicsit szimbolikus is, hisz ez az az ünnep, amikor mi erdélyek, magyarországi Kárpát-medencében élő magyarok együtt érzünk, együtt gondolkodunk, és én azt is merem mondani, hogy együtt élünk. Ezeken a képeken keresztül, mint egy igazi művészember, aki nem csak néz, hanem lát is, és láttat is, Évárkonyi Péter olyan emberábrázolást és olyan tájakat mutat meg, amelyek az ő művészetén keresztül, a fotoművészeten keresztül tárulnak önök el. És sokkal nehezebb dolga van, mint például egy filmesnek. Egy filmesnek lehetősége van, hogy a képeket, a mozgást, a hangot, a színeket egy folyamaton keresztül mutassa meg. A fotósnak sokkal nehezebb dolga van, mert neki a pillanatot kell rögzítenie, azt a pillanatot, amely a múltat és a jövőt köti össze, azt a pillanatot, amely elmúlik, azt a pillanatot, amelyet meg kell ragadnia, meg kell találnia. És hogyha megnézik Várkonyi Péternek a munkáit, hogyha megnézik ezeket a fotográfiákat, ezeket a művészi alkotásokat, mert többről van szó, mint egyszerű riportképekről, akkor bizonyára egyetértenek velem, és elfogadják azt, hogy Péternek sikerült azt a pillanatot megragadnia, amely egyedivé teszi
az ő művészetét, az ő látását, és úgy láttatja az erdélyi embereket, Erdélynél nyilván sokkal több, de úgy mutat meg Erdélyből egy szeletet, hogy azt hiszem a pázmándiak számára is, azok számára is, akik esetleg nem jártak Erdélyben, lehetővé teszi azt, hogy bepillantást nyerjenek Erdély Székelyföld egy részének az életében. Engedjék meg, hogy megköszönjem a polgármesterasszonynak a meghívást, csak néhány órája vagyunk itt, de megmutatta már azt, amit az elmúlt másfél esztendőben végeztek önök, és megmutatta azt, hogy itt erős emberek, erős családok és erős közösség él. Ezek a közösségek, ezek a családok, ezek az emberek teszik erőssé a magyarságot a 21. században is a Kárpát-medencében. Kívánok önöknek méltó teljes ünneplést, és kívánom Péternek, hogy Erdélyből is, máshonnan is hozzon el még olyan pillanatfelvételeket, olyan képeket, amelyeken keresztül összeköti az esetleg egymást nem ismerő magyar embereket, magyar közösségeket. Kívánok jó tárlatlátogatást, és tekintsük úgy, hogy megnyitottuk ezt a kiállítást. Köszönöm szépen, polgármester asszony, köszönöm szépen, Péter. Nagyon szépen köszönöm. Hiszem, hogy a kedves invitálás valóban olyan, mintha nagyon régóta ismernénk egymást, de valóban nagyon szépen köszönöm a szavakat, mert valóban így van egyébként, ahogy Kelemen Hunor elmondta. Ismétlen tudom csak magamat, és kérlek benneteket, önöket, nézzétek szeretettel a képeket, és aki valóban megnézte a kiállítást, ugye most egy kis humorra fogva a dolgot, humorosan mondom, jutalmul a megterített asztalhoz menjen kérem szépen, ahol a Tordásról hozott kürtös kalácsból kóstolót kaphat, ami szintén tájjellegű, ugye erdélyi tájjellegű, és hát el kell mondanom, hogy van kis túrógombóc is, amit Eszter feleségem készített nektek, önöknek, szintén egy kis, pázmándi jellegű, hogy itt találkozzon Erdély és Pázmánd. Fogyasszátok szeretettel, és nézzétek szeretettel a képeket. Köszönjük szépen!